Egyből egy vizslakutya itt a bostoni reptéren. Meg az is látszik rögtön, hogy ez egy egyetemi és sportközpont. Itt van egy üzlet a könyvek szerelmeseinek, Harry Potter stílusban. De nem csak könyveket lehet vásárolni, hanem gondolnak a sportrajongókra is. A kedvenc helyi csapatuktól megvehetik az első pólókat, pulóvereket, sapkákat, legyen az baseball, amerikai futball, kosárlabda, vagy éppen jéghoki. És én úgy hallottam, hogy ez az egyik legforgalmasabb repülőtér az Egyesült Államokban. 4:10 van, szóval dugóban. Ez egy ilyen nagy forgalom. Egy fél óra alatt beértünk ide a központba, most már itt vagyunk a szálloda előtt. Volt egy alagút, ami nagyjából 2,5 kilométer hosszú, és egy része a víz alatt megy. Azon jöttünk át a taxival, és akkor mutatom nektek, hogy milyen gyönyörű épületek vesznek itt körbe bennünket. Hát ugye még mi is most ismerkedünk a várossal, először járunk itt. De mindjárt letesszük a bőröndöket, és akkor mehetünk együtt városnézésre. Mindenki boldog, de megérkeztünk Bostonba. Ide süt a nap, de ez látszik a szállodai szobánk ablakából, ez a kilátásunk. Már ennek is örülünk, hogy ilyen városi hangulat. Az utcára kilépve, ott van középtájon a szállodánk, már is itt az első meglepetés, ezen a történelmi szabadságtéren, a magyar 56-os emlékmű. Ez az első látványosság, amibe botlunk. A forradalom 30. évfordulóján emelték. Dicsőség a legyőzötteknek, a magyarok oldhatatlan szabadságvágyát fejezi ki. Úgy tudom, hogy több keleti parti nagyvárosban emeltek hasonló emlékművet. Nagyon gazdag történelmi múlttal rendelkezik, nincs is olyan pontja, ahol ne botlanánk valamilyen történelmi nevezetességbe, érdekességbe. Az Egyesült Államoknak az egyik legrégebbi városa. Az 1600-as években alapították. És ez az egyik legszebb, legfontosabb történelmi épület, a bostoni sortűz helyszíne. Látjátok a megjelölést a burkolatban. Ezután dobták a tengerbe a teaszállítmányt, és akkor ugye elindult az Anglia elleni felkelés, a függetlenségi háború. Erről a kapu bejáróról ki gondolná, hogy metró lejáró? Így néz ki belülről. Itt van egy óriás belvárosi térkép, ami segít eligazodni. Ez tetszik, hogy ahogy megyünk, szinte minden sarkon történik valami. Vagy egy színházi előadás, helyi énekesek. És ott van szemben az egyik ikonikus helyszín, amit ugye ajánlanak a turistáknak, ez a piac, ahol rengeteg étterem van és mindenféle konyha. 1826 óta van a piac. Rögtön a bejáratnál pizzák, bégölök, kenyerek. És milyen jól néznek ki. Vannak sült kolbászok is, kirakva a kis tálak, hogy tudjuk, hogy mi az, amit kérhetünk. De ugye ez az, amiről nagyon híres Boston, ezek a finom tengeri ételek, az emblematikus kagylóleves, teljesen nemzetközi konyha, mexikói gyors ételeket is látok. Philly steak sandwich, gyrosz. Miri mondja, hogy nagyon sok fiatalt lát Harvardos pólóban, úgyhogy az egyetemről is ide járnak. Egész hosszan lehet válogatni az ételek közül. Nehéz választani, az az igazság. Mi az első benyomásod a városról? Jó hely, nem? Jó, tetszett. Nyüzsgő, pezsgő. Rengeteg ázsiai fiatalt látunk. Abszolút látszik, hogy egyetemi város. Lépten nyomon lehet bostonos felsőket vásárolni, de ez például kifejezetten olyan butik, ahol az egyetemi dolgokat vehetjük meg. Miri már nézi a melegítő alsókat, pulóvereket. Már meg is találta, igaz, 33 ilyen szürke felsője van otthon rajta egy másik. Na jó, nem Boston feliratos. Hát mondd el, hogy mennyibe kerül. $44. Akkor dobhatjuk, nem? Itt a piac mellett van a sétány. Egy óriás dinoszaurusszal. Egy órája érkeztünk, és most már kezd sötétedni. És milyen jó sütemények vannak.
Ez aranyos, hogy itt a város szívében napraforgók vannak a túloldalon. A 60-as évekig ez az óratorony volt a legmagasabb épület Bostonban, és eddig csak a csücskét láttuk. Innen viszont a piac hátsó részétől teljes egészében meg lehet csodálni, fel is lehet menni a tetejére. 121 méter magasból lehet kinézni a városra. Halloweenhez közeledve egy ilyen túrára is el akarunk menni a régi történelmi temetőkbe. Szóval ez egy szellemvadász túra. Miri nagyon akarja ezt a programot, majd mindjárt mondom nektek, hogy egy négytagú családnak mennyibe kerül. Megengedték, hogy Miri 12 éves legyen, úgyhogy kapunk egy kis kedvezményt. 180 valamennyi. 180? 200 dollár. Ez nem volt olcsó, de biztos nagyon izgi lesz. Ezt a fekete széket ajánlották nekünk, hogy ez a legizgibb. Az a vicces, hogy nem lehet kiszámítani, hogy hol bukkannak fel éppen. Egy patkány van fölöttünk. Lassan elindulunk. Most majd megismerjük Bostonnak a sötét oldalát. A két legöregebb temetőben is sétálunk, majd olyan hotelben, ahol szellemek vannak. Másfél órás lesz a túra, és régi bostoni kísértett históriákkal szórakoztatnak bennünket. Megismerjük majd a helyi kórházi fekete angyalokat, sorozatgyilkosokat a múlt századból, meg még régebbi időkből is, a temetkezési szokásokat is. A lányod jelentkezett önkéntesnek. Megsétáltatnak majd bennünket, oda megyünk fel a domnak a tetejére, a két ház közé. Közben gyönyörködhetünk már így az esti fényekben, a vörös téglás épületekben, a régi házakban. Lehet, hogy ide megyünk? Itt lesz a kerítés mögött? Nézzétek meg a lámpákat, meg az erkélyeket. El se hiszem. Ez nem semmi. Mögötte a vörös téglás épületek tényleg hihetetlen. 1808. Nyilván lesznek majd, akik ezen megbotránkoznak, mi viszont kíváncsiak vagyunk ezekre a történelmi, misztikus és rémisztő történetekre. És a tinédzser lányunk az most nagyon jól szórakozik. Végre nem olyan történetet hall, hogy melyik tóból mászott ki egy aligátor. Milyen érdekes, ott két épület közé ékelve az a kisebb. Egy kis nyuszi megjelent a sírok között. Vagy valami más nyuszi formájában. Milyen kilátás van ezekből a házakból. Minden nap ide néznek a temetőre. Ahol megy le a nap, ott van egy híd. Megyünk a következő helyszínre, még nagyon sok lesz. Ennek nem tudom, mi a jelentése. A videón sárgának látszik, de egyébként pirosan világít, és a tűzoltóság van ráírva. Ha valaki tudja, hogy mi ez, akkor magyarázza el nekünk. Most egy óriás parknál vagyunk. Most már tényleg nem sok mindent lehet látni, viszont tovább mesélik a történeteket. Holnap folytatjuk, mert nekünk még nincs vége a programnak. A második napon indulásra készek vagyunk, nem igazán tudjuk, hogy hogy öltözzünk fel. 13 fok volt reggel, és hogyha kinézzünk az ablakon, még látok rövid nadrágban, pólóban is.
embereket menni dolgozni. Elég szeszélyes az időjárás a Bostonnak, az az igazság, hogy télen nagyon hideg van. Így össze pedig nem nagyon lehet tudni, hogy melyik nap hogy öltözzünk. Tegnap nyári meleget éreztünk, és nagyon melegünk volt. Holnap meg valami ciklon érkezik, úgyhogy nagy esők lesznek. Nekünk Florida után más a hőérzetünk is, jobban fázunk. A szállodák előtt van kirakva víz a kutyáknak. Ott vannak a városi biciklik, amiket lehet bérelni, és egyébként 8 óra 30 van, szóval nagyon sokan már azért elmentek munkába. Persze most már minden reggeliző helyen kint vannak a tökös kávék. Ez például ennél a parknál egy aranyos helynek tűnik. Már egy picit színesednek a falevelek, de azért még nagy részt minden zöld. És még minden nagyon virágos. Nagyon központi helyen választott hotelt Alberto. Tényleg minden gyalog távolságra. Nagyon szép a rálátás a környező épületekre. Még sétálunk egy picit, úgy döntöttünk, hogy nem az első helyen állunk meg. Ő például ott mögöttem rövidnadrágban, pulóverrel kombinálva. Nekünk nagyon jól esik ez a hőmérséklet, úgyhogy ma is akarunk jó nagy távolságokat menni, minél több mindent megnézni a helyi hetes buszjárat. Szóval sokkal még rövidnadrágban, pólóban. Szerintem próbálják egy picit kitolni a nyarat, mert aztán itt télen tényleg nyakig ér a hó. És ahogy tegnap este elkezdődött a túránk, szinte minden utcában ilyen útfelújítások voltak, akkor csinálták a munkákat. Sok helyen elég rossz állapotban vannak a járdák, úgyhogy azokat is teszik rendbe. Foltozzák az utakat, úgyhogy itt hagyták a munkagépeket, még folytatják a munkát. A mi szemünknek most ugye jól esik, hogy vannak régi épületek, szűk utcák, macskakő, hangulatos terek. Mondják is rá, hogy ez a leginkább európai hangulatú város. Nagyon emlékeztet az angol városokra. Nem túl nagy, úgyhogy még a kisgyerekek is könnyedén tudnak sétálni itt. Itt most világosban is tudom mutatni ezt a szerintem tűzjelzőt, ami olyan, mint egy lámpaoszlop. És azt is jó látni, hogy a régi, a történelmi találkozik az újjal, a felhőkarcolókkal. Ebben az utcában ott van egy színház. Van metró, de a fő nevezetességek azért gyalog távolságra vannak, úgyhogy be lehet járni őket, ha más nem, akkor biciklire pattanva. A parkok is nagyon hasonlítanak az Angliában található parkokhoz. Ezek itt arra emlékeztetnek. Ide például 1837 óta jöhetnek a bostoniak. De egyébként van egy kicsi Central Parkos hangulata is. Most egyébként egészen október végéig lesznek utazásaink, úgyhogy teljesen kiélvezzük az őszi hangulatot. Itt is ilyenkor kezdenek színesedni a fák, de hát azért igazából október közepe a csúcs szezon. Egy-két fán azért már látszik, hogy színesedik. Rengeteg mókus van. Akik már régóta követnek bennünket, azok tudják, hogy mi inkább az őszi időszakra szoktuk időzíteni a városnézős kirándulásainkat, amikor már egy picit csökken a hőmérséklet, és kellemesebb. A nyári forróságban ugye nincs értelme. Nehéz viselni a Florida, nem? A Florida forróság, meg a páras idő. Meg itt fent északon is akkora kánikula van nyáron, tehát hogy jobban esik az őszi kellemes hőmérsékletben sétálgatni. Úgyhogy szinte minden évben ez az október, november, hát már a télbe hajlóan, amikor útnak indulunk. Most is több tervünk van, úgyhogy nem csak Boston és környéke lesz. Majdnem totálisan felejtem, mi volt ez a szerze, hogy ki lenni, sétálni, friss, tiszta vagy. Nem izzadsz. Öltöző, nem papus, meg rövid gája van rajta. Ez tényleg sétálsz, ez akkor tiszta, friss levegő. Gondolom, hogy amikor jön a téli, akkor brutál a hó. Gondolom, itt a nyaka lehet a hó. A mókusok télire már dugják el az élelmet. Már raktároznak. Ha turistaként ide készültök Boston környékére, azt azért tudni kell, hogy ez nem egy olcsó város. Nagyon finom ételek vannak, rengeteg étterem, úgyhogy azokat érdemes végigjárogatni, meg hát a történelmi nevezetességeket, és tényleg azt tapasztaljuk, amit mondtak is, hogy
úgy gyalog távolságra be lehet járni, tényleg meg lehet nézegetni a főbb nevezetességeket. Én nekem nagyon tetszett, ezt kell mondani, hogy kell. So far, eddig a Medinese, mert az időjárás nekem ez nekem lopja, amikor megyek egy hegy, ahol... nagyon kellemes. Ahol kellemes, ez a 20 fok, 21 fok, de biztos, amikor hideg jön, akkor brutál hideg. Minden. De egyébként nem emlékeztet New Yorkra, csak így nyomokban, tehát hogy van egy ilyen egyedi stílusa, egy ilyen nagyon bosztonos. Persze, New York nagyon tetszett, nincs semmi baj, csak ami látom, ami semmi se rossz, se jó mondom, hogy New York jobban kaotikus, több embere nagyon kaotikus. Hát nagyobb metropolis. Persze, igen, sokkal kaotikus, meg koszos. Itt jobb a tiszta, van egy pár, hívják a kinyisház, hajléktalan. Hajléktalan. Van egy pár, mert minden város itt, Amerika mindenhol van, de nem annyira sok, mint California, New York, Florida, tele van. Szóval itt nem. Mindenképpen a város van egy a saját identitás, van egy ilyen jó karakteres, ami tetszik nekem, ilyen Anglia hozza nekem. Igen. Úgyhogy eddig nagyon bejön nekünk a New England régiónak a legnagyobb városa, Boston. Nagyjából 700 ezer lakossal, de hát a vonzás körzetben azért úgy együtt 4,3 millióan élnek. És persze nagyon sok turista jön ide hozzánk hasonlóan, évente több mint 21 millió. Abszolút ez a legjobb időszak ebbe a régióba látogatni. Talán egy picivel még jobb az október eleje, október közepe a színek miatt. Korgi kutya, tiszta Anglia. Gyönyörűek. És az összes parkokban együtt majdnem 700 tölgy, bükk, gesztenye, juhar, meg szilfa van. Majd még most kezdik megváltoztatni a színüket. Ott van George Washingtonnak a szobra. Ha a kertészek nem vágnák a füvet a háttérben, akkor teljes relax állapotba kerülnénk. Állítólag nem könnyű parkolni a városban, úgyhogy az autót azt inkább azoknak ajánlják, hogy kölcsönözzenek, akik mondjuk elhagyják Bostont és a környező településeket tervezik megnézni. Baba sétáltatás. A kis ovisokat kihozták a friss levegőre. Jellegzetes kép, hogy a pulykák így kisétálnak a házaktól. A Harvard a világ legjobb egyeteme, ide csak a jelentkezőknek. Tényleg az 5%-a jut be. Nyilván elég magas a tandíj, és amúgy is az nem elég, hogyha gazdag vagy, ez nem számít. Jó eredmény nélkül ide nem lehet bejutni. A tanári kar is rendkívüli, rengeteg Nobel-díjas, Pulitzer-díjas van közöttük. Be lehet menni egyébként, látogatható az egyetem, be lehet nézni az épületekbe. Még vezetett túra is van, amit általában a diákok tartanak. Ebben az épületben van egy múzeum, természettudományi. Nagyon szép a lépcső. Rengeteg egyetem van a városban és a város környékén. Ezek együttesen több mint 150 ezer fővel növelik a város lakosságát. Igazából a lakosságnak a 30%-a diák. És ilyenkor szeptemberben jönnek vissza a szünetről, a világ minden tájáról. Úgyhogy az összes park, étterem, szórakozóhelyek, könyvtárak, bárhová megy az ember, tele van diákokkal. Most vasárnap van, nyugi van, gondolom a szállásukon tanulnak a diákok. Itt és a környező utcákban minden az egyetem és a tanulmányok köré épült. Rengeteg létesítmény van. Ott például a távolban a kémiai laboratórium. Sokan használják ezeket a bicikliket. Minden sarkon egy másik szaknak a laboratóriuma, és mindegyik előtt a gyönyörű parkok. A leendő ügyvédeknek szerintem ez az épülete.
mondhatni egy teljes városnyi méretű. És akkor persze a szállások is, úgyhogy óriás területen. Nagyon érdekes látni. A lány akkora könyvvel megy, hogy alig bírja cipelni, olyan vastag. 1636-ban alapították az egyetemet. Ez az Egyesült Államok legrégebbi és legismertebb egyeteme. De a mai városnézésünkből, kulturális feltöltődésünkből, amit egyébként egy következő részben majd folytatunk, nem csak itt a városban, hanem kimegyünk, átmegyünk egy másik államba is, nem maradhat ki ez a történelmi helyszín sem. Ez az Egyesült Államok második legnagyobb nyilvános városi közkönyvtára. A harmadik egyébként a Harvard Egyetemi Könyvtára. Látjátok már az előcsarnokban elképesztő falfestmények fogadják az ide látogatókat. Impozáns lépcsősorral, gyönyörű boltíves ablakokkal. Az egyik legöregebb könyvtár, ha nem a legöregebb az Egyesült Államokban. 1848-ban hozták létre. És egyben a legszebbnek is tartják. Millió olvasmány található itt, nem csak könyvek, hanem ugye térképek, levelezések is. Ugye mindig megszavazzák, hogy hol készülnek egy-egy városban a legszebb Instagram képek. Bostonban, ebben a könyvtárban. Úgyhogy sokan azért jönnek ide, hogy elkészítsék a saját fotóikat. New Yorkban mutattunk nektek egy hasonló könyvtárat. Ott is tartanak esküvőket, és itt is. 175 éves könyvtár gyönyörű falfestményekkel. Találkozunk a következő helyszínen. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!